Nyíregyháza legutóbb 2008-ban adott otthon kézilabda diákolimpia országos döntőnek, akkor a 6. korcsoport legjobbjai vetélkedtek a megyeszékhelyen. Május 29-e és 31-e között 5. korcsoportos együttesek lépnek pályára 4 helyszínen, a Veselényi, a BEM és a Bencsiskola csarnokában, valamint a Bújtosi csarnokban. Nagyon boldog vagyok, hogy a tavalyi év után, amikor a röplabdába sikerült egy országos döntőt elhoznunk Szabolcs-Szatmár-Beleg megyébe és ide Nyíregyházára, most ismét sikerült. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly háttérmunka eredménye, és valamilyen szinten azért gondolom, hogy elismerése is annak a munkának, illetve annak a szervezésnek, amelyet az előző évben megvalósítottunk itt a röplabdával kapcsolatban, és bízunk benne, hogy ez a tendencia majd folytatódik a jövőben is, tehát nem adjuk alá, szeretnénk a lehető legtöbb országos döntőbe bepályázni, és akkor bízunk benne, hogy abból sikerül is majd elhozni Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében a jövő évben is majd újabb döntőt. És ez a kézilabda, ez most egy valóban egy olyan lehetőség, amellyel egy olyan csapatsportot sikerült elhozni Nyíregyházára Szabolcs-Szatmár-Beleg megyébe, amely méltán népszerű az országban, és nem csak az országban, hanem ugye a magyar csapataink azok az európai topligákban is, illetve az európai kupasorozatokban is komoly eredményeket érnek el. Tehát van hírértéke, és van látogatottsága, támogatottsága is ezeknek a sportágaknak, és úgy gondolom, hogy ezzel Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében is tudjuk majd népszerűsíteni tovább a kézilabdát. A megyei kézilabda szövetség társrendezőként vesz részt a rendezvény lebonyolításában. Ezek a hetek nagyon-nagyon fontos hetek, ami megyei szövetségünk hiatéből, hiszen majdnem minden hétre jut egy kézilabdás esemény. Én bízom benne, hogy a részvevő csapatok, amelyek összesen 16-an lesznek, jó élményekkel, jó érzésekkel fognak távozni városunkból. Nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy a megyei szervezetek támogatása mellett Nyíregyháza, a megyei város önkormányzata és az intézményei maximálisan mellettünk állnak és mellénk álltak ebbe a szervezésbe. Én úgy gondolom, hogy mind a szakmai színvonal, mind pedig a szervezési színvonal tökéletesen meg fog felelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket egy ilyen diákolimpiai döntővel szemben támaszthatunk. A lányoknál a Máté Szalkai Esze Tamás gimnázium, a fiúknál pedig a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium csapata tagja a 88 együttes felvonultató mezőnynek. A csoportmeccsek péntek délután kezdődnek, a lánydöntő vasárnap 11 óra 20-kor, a fiú finálé pedig 12:30-kor kezdődik a Bújtosi csarnokban.